Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást, hogy újra itt lehetek a konferencián. A 15 éve foglalkozom üzleti szimulációs oktatással, és szeretnék egy gyors piackutatást is kérni, hogy ki az, aki már önök közül részt vett üzleti szimuláción. Vannak néhányan. Magdolna a diákjaival, egyébként középiskolás diákjaival 7. helyezett lett egy egyetemistáknak kiírt versenyen. Úgyhogy a szimuláció az az esélyegyelőségnek egy ilyen nagyon jó terepe, mert aki szeret vele játszani, az nagyon jó eredményeket érhet el. Nos, három dologról szeretnék ma beszélni, kettőről sokat, egyről pedig önökkel közösen játszani majd. Az egyik az a címben is megfogalmazott probléma, illetve a célcsoport, hogy mi kinek szeretnénk üzleti szimulációval oktatni pénzügyeket. Következő, hogy maga az a üzleti szimuláció, mint megoldás, hogyan működik, miért jó, miért alkalmazzuk már sikeresen, cég az már több mint 20 éve. Illetve a végén fogunk játszani is, aminek lesz egy kis tétje egy üveg rozé villányból, és remélem, hogy minél többen játszotok. Majd lehet csapatban is játszani, hogyha valaki nem egyedül szeretné hazavinni. Akkor itt a büfében, ha pont én vagyok a kávészünet előtt, akkor itt neki lehet látni. A probléma az önmagában a feladat is, és ma már többször is elhangzott, hogy a pénzügyi tudatosság és az ismeretek az fejlesztése, bővítésre szorulnak a lakosság körében, és nagyon jó, hogy a közoktatásban ez már megjelenés alatt van, meg is jelenik, de akkor is generációk maradtak általánosan szervezett pénzügyi ismeret átadás, oktatás nélkül. Hasonló a helyzet a vállalkozói gazdasági készségeknél is, de nagyon örültem, mikor láttam itt a pénztár statisztikáiból, hogy az vállalkozással kapcsolatos kérdésekre a legjobb, a legmagasabb a jó válaszok aránya. Azaz az alapvető vállalkozói készségeink megvannak a diákoknak, és nem rosszak. Viszont ezt nagyon jó lenne megtámogatni elmélettel és olyan gyakorlattal, amit az iskolában el lehet sajátítani, különösebb kockázatok mellett, hiszen nem tudunk mindenkinek adni egy saját Telekom vezérigazgatói széket, főleg nem 10 éves korban. A mi célcsoportunk alapvetően a szimulációkkal az oktatásban a 13-25 éves diákok, hallgatók, de gondolunk a kisebbekre és a nagyobbakra is. A 25 pluszosok, velük inkább vállalati tréningek keretében találkozunk, ahol szintén ugyanezt az üzleti szimulációs platformot használjuk, amivel akár a 8-osok is játszanak, más bonyolultságú szinttel. Gyakorlatilag a legtöbb generáció már használta ezt a módszerünket, és úgy látjuk, hogy attól függetlenül, hogy mennyire digitálisak az emberek, elég hamar rá tudnak érezni az ízére, hiszen mégiscsak egy játékról van szó, és nekünk ez is a célunk, hogy a játékkal egy olyan extra motivációt és lelkesedést adjunk, amivel jó tanulni. Lehetett olvasni, hogy az egyetemisták nagyon kis százaléka szeretne vállalkozóként dolgozni, és egy kicsit jobban utána mentem ennek a hírnek, mert meglepett. Ugyanis a mi szimulációinkkal meg nagyon sokan játszanak, ahol tulajdonképpen vállalkozóként kell dolgozni, csak játékban. És az jött ki, egy nem olyan új kutatás alapján, viszont 8839 embert kérdeztek meg, ami meg már elég jó létszám, hogy az egyetemisták 5 év múlva meg egy harmaduk már saját vállalkozást szeretne, magyarul dolgozni először nem biztos, hogy saját vállalkozásban szeretnének, de tapasztalatok szerzése után már igen. És a tapasztalatok szerzést azt mi már szeretnénk kicsit előrehozni a tanulmányi évekre is, illetve megtámogatni akár az iskolán túli éveket. És hát amiben a legjobban hiszünk, ez a cselekvés általi tanulás, vagy részvétel általi tanulás. Ezt magam is tapasztalom, hogy ez működik a legjobban, de gyerekeimben is látom, hogy mindezt a játékos keretekbe öntve játékkal nagyon hatékony tud lenni. És nekünk is ez a célunk, hogy a diákoknak, tréning résztvevőknek olyan játékos élményt nyújtjunk, ahol ők nem veszik észre, hogy tanulnak, hanem azért tanulnak, azért foglalkoznak a gazdasági, pénzügyi fogalmakkal, témákkal, hogy a szimulációban szereplő saját kis cégüket minél jobban szerepeltessék. Ugyanis versenyhelyzet is van. Versenytársak vannak, senki sem szeret utolsó lenni, mindenki szeret úgy kicsit neki menni a másiknak, nem véletlenül népszerűek és jól működőek a vetélkedők és a versenyek, mint a pénztár is. És nézzük, hogy ezt mi hogyan is csináljuk a szimulációkkal. A célunk mindig is az volt, hogy megfelelő eszköz a célcsoport számára. A játékról már beszéltem, a szimuláció az pedig egy szoftveres játék. Számba vettem azokat a tényezőket, amiket mi szeretnénk a szimulációban biztosítani, hiszen ezek felmérések, visszajelzések, meg tapasztalatunk szerint fontosak nem csak a YZ alfa generációnak, de mindenkinek.
legyen lényegre törő, motiváló, interaktív és bevonó, játékos élményt adjon, és digitális, virtuális legyen, hiszen 2019 van, használjuk ki a technológia adta lehetőségeket. Az üzleti szimulációval mi ezt úgy érezzük, hogy mind sikerült teljesítenünk is. Ez már konkrétan a mi szimulációnk, egy ilyen enyhe product placement-tel, de szeretném megmutatni, hogy a lényegre törőségben mire gondolunk. A korábban a szimulációknak volt egy kézikönyve, 9-től 18 oldalig terjedt, először el kellett olvasni, utána nekiesni a kimutatásoknak, és akkor valahogy kihozni belőle a lényeget. Ezt egyszerűsítettük le annyira, hogy a kézikönyv megmaradt, kicsit el van dugva, hogy tényleg csak az nézze meg, aki nagyon szeretné, de minden információt, ami a lényeg, azt fölvittünk az online felületre, és ahol szükség van egy kis magyarázatra, az ott jelenik meg, ahol a kérdés is fölmerül, például mi az a ROA. Leírjuk, hogy eszközarányos jövedelmezőség. Nem 3 órával előtte tudja meg a diák, hogy mi az a ROA, hanem ott, ahol éppen a szem elé kerül először, ahol szüksége van rá, hogy tudja értelmezni mondjuk az eredményesség indexet, hogyha benne lenne a ROA. Motiváló. Egyre nehezebb a diákokat, és valószínűleg mást is motiválni, hiszen olyan eszközökkel kell fölmennünk a versenyt, mint az iPhone, meg a filmek, meg a képregények, és nagyon sok minden mással lehet foglalkozni sajnos diákéveink alatt, mint a tanulással, és ezt mi meg is értjük, ezért próbáljuk a tanulást is hasonló élvezeti szintre hozni, mint amit a média szolgáltatók is. Az egyik az, hogy magát egy játékot építünk, a másik pedig, hogy versenyhelyzetet teremtünk. Magyarországon különösen erős a versenyszellem, ez talán mutatja a vállalkozói készségeknek is ez a jó szintje, és mi a játékkal egyből kihozzuk a versenyszellemet a diákokból is. A másik pedig, ami motiváló így a szimulációban, hogy gyors visszajelzést adunk. Amit egyébként meg is szoktak, tehát kirakom a Instagramra, fél óra múlva, ha nem lájkolják, akkor szomorú vagyok. Itt jóval hamarabb megvan az eredmény, ahogy elindítottuk a vállalkozásunkat, lejárt mondjuk egy döntési határidő, amíg le kellett adni az üzleti stratégiai terveinket, döntéseinket. 3 percen belül lefordul a szimuláció, és ott van az eredmény. Megvan, hogy mivel lettünk sikeresek, mi az, amivel a többiek lettek sikeresek, milyen eredményei voltak a mi döntéseinknek, és már folytathatjuk is a játékot tovább. A játékosságról már sokat beszéltem, tulajdonképpen próbáltam egy olyan részt lefotózni, berakni, ami mutatja, hogy tulajdonképpen egy játékban vagyunk. Sok generáció, köztük én is, azon nőttünk föl, hogy hasonló játékokkal játszunk, SimCity, SimFarm, ha nem szimuláció, akkor lövöldözős, autóversenyzős. A lényeg, hogy a játék az az életünknek a része lett a digitális korszakban, és korábban is a része volt, csak offline módon, ami egyébként szerintem egyáltalán nem gond, hogy mind a kettő megvan, egészséges arányokat kell fönntartani. De hogy az oktatás is egy játék legyen, mi konkrétan nem játékosított folyamatokban gondolkozunk, hanem egy önálló játékot tervezünk és készítünk. Tehát ezt a szimulációt oda lehet adni bárkinek, és tréneri, oktatói segéd lett nélkül önállóan tud vele játszani. Nem kellünk hozzá. Gyakorlatilag automatizált, de nyilván van egy hátsó szándékunk, hogy gazdasági, vállalkozói készségfejlesztés és pénzügyi ismeretterjesztés is legyen a játékban. Digitális, virtuális, mobil kompatibilis legyen, ezek jogos elvárások ebben a korban, világban. Nem olyan jó mobilon játszani, de működik. Tapasztalat az, hogy a játékosok, ha mondjuk ilyen heti döntési fordulók vannak, meghozzák együtt, beküldik, szétszélednek, és az eredményekre azért mobilon ránéznek akár útközben is. És akkor csak annyit lát, hogy hanyadik vagyok, mik a főszámok, de amikor neki kell állni gondolkozni, akkor azért egy laptop képernyő szükséges hozzá, hogy tudja értelmezni a táblázatokat jól. De mindenképp gondolunk azokra, akik profi módon már csak így akarnak a szimulációval foglalkozni. A virtuális az azt mutatja, hogy megvan a lehetőség az interakcióra is. Kevés szimulációban tudtuk kitalálni azt, hogy hol van lehetőség együtt működni, de van. Nem tiltjuk a kartellezést, ellenőrizni se lehetne. Úgyis az nyer a kartellben, aki először átveri a többieket, ezt inkább itt tapasztalják meg, és akkor jöjjenek rá, hogy nem jó dolog kartellezni hosszú távon, mint a való életben. De amiben tudnak együttműködni, hogy gépberendezéseket tudnak egymásnak eladni, mondjuk ha a síhotelban, akkor közös pályabérlet akciót tudnak indítani, azaz egy kicsit a versenytársak vagyunk, de próbáljuk meg itt-ott együttműködni, mert mindenkinek jobb lesz, valóságát is szeretnénk nekik visszaadni.
Nézzük meg konkrétan, hogy milyen pénzügyi ismeretek, információk kerülnek bele egy szimulációba. A gazdasági pénzügyi alapfogalmak azok adottak, hiszen anélkül nem tudják értelmezni a kimutatásokat, illetve a szabályokat se. Erre szoktuk mondani, én is hallottam valahogy, hogy a pénzügy az üzlet nyelve. Tehát először ismernünk kell a szavakat, hogy tudjuk, hogy mik a szabályok és mik a lehetőségek. A mérleg eredmény kimutatás cash flow hármasságot is mindig beletesszük a szimulációkba. Egyrészt tapasztaljuk, hogy közgazdász hallgatóknak a tanulmányi évei közepén végén is problémát okoz a hármat együtt kezelni. Erre egy jó példa, mondjuk, ha veszünk egy gépet, és annak van amortizációja, de van cash flow igénye, és mondjuk a hitel, amiből veszük, annak megint van egy hitelköltsége. Ez a három, ez elsőre nincs meg. A szimuláció végére megvan, mert megélik. Megélik, és segítünk nekik elmagyarázni, de nem azzal, hogy én feltétlenül elmondom, hanem le van írva a kimutatásokba, és egyszerűen, hogyha keresik, hogy hol megy el a profit, akkor látják, hogy igazából csak a kamat, meg az amortizáció, ami a profitomat bántja, az, hogy 10 milliárdért vettem egy gépet a 20 milliárdos cégembe, az nem üti meg a cégemnek az az évi profitját feltétlenül. Sőt, mivel bővülök, még jóban is járhatok. Ezt viszont ők onnan közelítik meg, hogy versenyzünk, hol a profit, hol megy el a pénz. Na hát, megnézzük, és igen, a mérleg meg a cash flow az mutatja azt, hogy mi történt a pénzemmel, de az eredménykimutatást ez csak marginálisan érinti, nem kell feltétlenül 10 milliárdot beletennem a cégbe, és nem feltétlenül ekkora lesz a költsége. Finanszírozás, direkt beletesszük azt is, hogy pénzhiány legyen a cégeknél, és legyen lehetőségük arra, hogy vagy hitelből, vagy részvénykibocsátásból finanszírozzák a tevékenységüket. Ez is az oktatásnak a része, hogy egyáltalán tudják azt, hogy a részvénykibocsátás is egy opció, hogy azt nem csak úgy szórakozásból öntik ki a cégek a részvényeiket a tőzsdére, hanem olyan mértékű növekedést szeretnének meglépni, amit egy bank sem fog finanszírozni, de bíznak abba, hogy mondjuk, mint Elon Musk a Teslával, hogy a lakosság azt fogja finanszírozni boldogan, és akár úgy is lehet. Ugyanakkor a hitelfeltételeknek meg kell felelni, és többféle hitelopciót is kínálunk. Nem mindegy, hogy overdraft számlahitelből finanszírozunk egy beruházást, amikor mondjuk lehetne jelzálog alapú hitelből, vagy más forgóeszköz alapú hitelből is. Befektetések, kicsit már belementem a hitelezésnél. Ha esetleg sok pénzünk van, akár hitelből, akár másból, nagyon nem mindegy, hogy mi betesszük. Hitelből nem jó tőzsdézni, ezt a szimulációban is igyekszünk megmutatni nekik, hogy miért nem. Viszont másba lehet fektetni a pénzt, és mondjuk termékfejlesztés, vagy piacépítés, hatékonyságnövelés hozhatolja megtérülést, ahol már megéri akár hitelt is fölvenni. És az egésznek az eszenciája az elemzés. Egy szimulációban több száz adat is benne van akár, a lényegre koncentrálva, mindig az adott területre vonatkozó döntésnél, mondjuk a finanszírozásnál, ki lehet ásni azokat az információkat, adatokat, amik szükségesek a jó döntéshez. Költséghaszonelemzés és megtérülés az alapvető, amire szerettünk eljutni a szimuláció végén, amikor már jól vezetik a céget, van elég ember, tök jók a piacon, még nyereségesen is csinálják, hogy akkor nézzék meg a forrásköltséget, hogy miből finanszírozzák a céget. Nem lenne jobb mondjuk megint hosszabbítani a fizetési határidőt kitárgyalva a szállítóknál, és akkor velük finanszírozni, mint a bank hitel felé fordulni. Megéri-e részvényt kibocsátani, amikor nagyon nyereségesek vagyunk, ugye elmegy a nyereségnek egy jelentős része. Szóval a legvégső, legmagasabb szint a szimuláció végén nekünk az, amikor már a forrásköltséggel vetik össze a várható befektetési megtérüléseket, hasznokat. Ha még ebbe kockázatot is beletesznek, az meg már tökéletes. Úgyhogy ez az út, amire meginvitáljuk a szimulációban a diákokat, a tréning résztvevőket. Nem rövid út, viszont ahhoz képest, hogy két nap alatt ezt be lehet járni, és el lehet jutni odáig, onnantól, hogy nem tudom, mi az a mérleg, odáig, hogy forrásköltséget számolok, szerintem nagyon hatékony és elég gyors. Tanári oldalról, hogy kicsit azt is mutassam, hogy néz ki. A tanár ugyanazt látja, mint a diákok, és egy kicsit többet. Minden diák csapatnak, vagy ha egyéni játékosnak az ő bőrébe be tudunk bújni, és ugyanazt a cégelemzést látjuk, amit ő. Emellett pedig az adminisztrációs részt azt igyekeztünk minél jobban automatizálni és csökkenteni. Tulajdonképpen az oktatónak a legfőbb feladata, hogy beidőzíti a szimulációt, döntési körökre osztott stratégiai játékról van szó, tehát mondjuk hetente egy vagy két döntés, amit úgy egészségesnek látunk.
Ehhez meg kell adni az időzítést, és innentől kezdve meg lehet hirdetni a kurzust, e-mailen kiküldjük a diákoknak, ők beregisztrálnak, csapatokba rendeződnek, a csapatok piacokba rendeződnek, hogy ne 100 csapat legyen egy piacon, hanem 5-8, amit még úgy át lehet látni. Ezt mind megoldja a rendszer. Ha esetleg mozgatni kell a diákokat, mert valaki összeveszett a barátaival, vagy mégse arra a kurzusra akar járni, vagy kétszer regisztrált, mert ilyen is van, akkor a tanár ezt meg tudja tenni, de hogyha minden úgy simán megy, akkor a diákokon múlik, hogy kész legyenek a csapatokkal. És innentől kezdve a szimuláció magától lefut. Az oktató tud az elemzésre, a visszajelzésre, a diákoknak a kiegészítő feladatokkal, mint mondjuk üzleti terv ellenőrzésével foglalkozni. Nem kell adminisztrálni azt, hogy most hova, milyen döntés került, és adatbevitellel foglalkoznia. A szimuláció, nem tudom mennyire látszik, itt próbáltam nagyon sok szimulációnkat felsorolni. Ezzel szeretnék üzenni, hogy sok iparággal foglalkozunk szimuláció szinten, tehát nem egy általános szimulációnk van, hanem a kórháztól a biciklikereskedésen át a bankig és a biztosítóig meg lehet találni még a sörgyárat is. Azzal nagyon könnyen tudnak azonosulni általában a játékosok. Mindegy szimulációnkban benne van a pénzügy, különböző bonyolultságúak, különböző szintekben vannak benne a pénzügyi helyzetek, és más tárgyak oktatására is kiválóak. Tehát a gyár, motorgyár szimulációnk az például termelésmenedzsmentre van kihegyezve, a kereskedelmi szimulációk azok egyértelműen a kereskedelemre, de van egészen hosszú távú stratégiai gondolkodást igénylő szoftvercég szimuláció is, ahol nem elsősorban a nyereségépítés, meg a piacépítés a cél, hanem a vállalat teljes értékének a növelése. Azaz kicsit ilyen startup jellegű történet, amit ezzel kínálunk. Szerintem elég sokat beszéltem, úgyhogy szeretném meginvitálni a közönséget egy játékra. Lehet egyénileg csapatba játszani, illetve lesz egy ilyen közönség nevű csapat is, akin pedig én leszek, hogy lássuk is, hogy az egyéni játékosok vagy a mindenki fog jobban járni. Úgyhogy wifi elszó elérés az megtalálható, és kérnék mindenkit, hogy a következő linken keresse föl a pénztár konferenciára előállított mini szimulációs játékunkat. Ez nagyon mini. Tehát itt ez az 5 perces kategória, amit hoztunk. Néhány fogalmat fogunk megnézni, valamint lesz egy bonyolultabb kérdés, amit az előző fogalmakkal felvértezve lehet megoldani. Gyakorlatilag a nagy szimulációkban is hasonló kihívások elé állítjuk a játékosokat. Pontozásba az idő is beleszámít. Gondolom a fogalmakkal nem lesz nagy gond, úgyhogy itt egy kicsit az idő ellen is játszunk. Az idő az a kezdéstől indul. Mi a közönséggel én ilyen szavaztatást fogok kérni, úgyhogy nem mi leszünk a leggyorsabbak, de megnézzük hát, ha mi leszünk a legjobbak. Szóval első kérdés az 5-ből befektetett java, kimateriális és tárgyi eszközök, gépek, berendezések, elhasználódásának, műszaki, gazdasági avulásának, pénzben kifejezett értéke, kiszavaz a változó költségre, minőségromlásra, akkor amortizáció, gondoltam, hogy meg lesz. Hitelfelvétel, akkor az adós által egyszerre befizetendő pénzösszeg, mely megegyezik a vásárolni kívánt tárgy vagy ingatlan értéke és a hitel összege közötti különbséggel. Teljes hiteldíjmutató, nem szavazat, kezelési költség, reméltem, hogy ennek sincs, önerő. Önerőre szavaznak a legtöbben. A következő a pénz ára, hitelező által felszámolt évente fizetendő összeg, mely a felvett hitelösszeg bizonyos százaléka. Hitelkamat, teljes hiteldíjmutató, kezelési költség. Na, itt már megoszlanak a vélemények, úgyhogy még egyszer most kérek több szavazatot, hogy eldőljön. Kezelési költségre kiszavaz. Kezelési költség, mint a pénz ára, évente fizetendő összeg, bizonyos százaléka a felvett hitelösszegnek. Teljes hiteldíjmutató, van szavazat, vagy hitelkamat. Hitelkamatra szavaztak a legtöbben, úgyhogy azzal megyünk tovább. Negyedik kérdés, pénz összes bevételének, összes költségének a különbözete. Nem kérdezem meg inkább, mert szerintem mindenki tudja. És utolsó kérdés, gyakorlatilag az eddigi fogalmakat kell ha felhasználni ennek a kérdésnek a megválaszolására. Az idő fogy, $1000-os gépet veszünk,
bérelni és hitel szeretnénk beszerezni, mert szükségünk van rá, bérelni és hitelből venni is tudunk. Hitel esetén 20% önerőt tudunk adni, a hitelkamat fix 8% évente, egyéb költségünk nincs. Ez egy egyszerű eszközbeszerzési hitel. Az éves bérleti díj a gépárának 15%-a minden évre. Az amortizáció évente $100. Egy $1000-os gépnél gyorsan használódik. Melyik opció éri meg jobban, hol az alacsonyabb a költség? Egyforma a bérlés, vagy a hitelből vásárlása a jobb? Nyugodtan gondolkodjatok, az idő az ketyeg, még 3 másodperc van, úgyhogy kiszavaz az egyformára, bérlésre, hitelre. Sajnos lehet az idő, a hitel nyert. 5,9 pontunk van, az utolsóra nem kaptunk pontot, nem is baj, mert így nem segítünk azoknak a játékosoknak, akik közönség nélkül játszanak. Még nincs napi ranglistánk, úgyhogy ha valaki véget ért, akkor reméljük, hogy beregisztrál, le lehet nyugodtan iratkozni majd mindenről, de ahhoz, hogy fölkerülünk a ranglistára és nyerünk, be kell regisztrálni. Úgyhogy én itt frissítgetem a rendszert. Mindent elfogad, teljes két szóból álló nevet kell beadni, azt vizsgáljuk meg egy valós e-mail címet, vagy valósnak tűnő e-mail címet. Nem szoktuk elárasztani ezt az ilyen e-maileket hírlevelekkel. Amiért szoktunk kérni regisztrációt, hogyha ez a játék online megy, tudjuk valahogy értesíteni a győztest, meg legyen győztes. Itt most élőben viszont látnunk kell valahogy a pontokat. 9,2. Önbevallásos alapon van-e 9,2 fölött valaki? Nincsen. No, hát akkor Tündét kérném meg, hogy jöjjön ki. Hát valahogy át kell adni a bort, de lehet nagykövetet is küldeni, csak és egy tapsot is kérnek. Nagyon köszönöm a játékot. Most úgy is lesz egy szünet, úgyhogy ott a kérdéseket nyugodtan föl lehet tenni. És remélem, hogy komolyabb játékokra is kedvet kaptatok is. Gratulálok, és köszönöm a játékot. Köszönöm szépen.